A rendőrség és a cigányság képviselői találkoztak Szekszárdon, a Roma Police Café elnevezésű esemény keretében. A nap folyamán a meghatározó témákat a csoportok témavezetők segítségével dolgozták fel. A rendezvény célja, hogy a két fél minél közelebb álljon egymáshoz, mondta Komlósiné Kis Anett, a Torna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője. Az első téma a cigányság és a rendőrség kapcsolatának alakulása volt, a másik téma a cigányság mindennapjai, aztán a cigányság, illetve a rendőrségnek a mindennapokban az iskolai problémáknak a megoldása, tehát hogy hogyan lehet valaki a életpályaszerűen is a rendőrség kötelékébe, hogyan kerülhet, és a negyedik pedig a vármegyében is működő legjellemzőbb kriminalisztikai dolgok. Ez a négy téma kapcsán a csoportvezetők, illetve a témafelelősök körbejárták mind a négy asztalt, ahol mind a roma vezetők, mind pedig a rendőrség munkatársai elmondhatták azt, hogy ők hogyan vélekednek ezekről a kérdésekről. A beszélgetések hasznosak voltak, mondta a szóvívő. Hozzátette, Tolna vármegyében a cigányság és a rendőrség kapcsolata példaértékű. Az egyik témafelelőseim voltam a cigányság és a rendőrség kapcsolatának alakulásában. Szinte csak nem teljes mértékben megegyezett mind a négy asztalnál ülőknek a véleménye, kisebb eltérésekkel, és ezt követően fogjuk majd elemezni azt, hogy melyik asztalnál mi hangzott el, és hogy ezekből milyen tapasztalatokat, milyen konklúziót tudunk majd levonni. Pongó Ignác, a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat képviselője elmondta, a rendezvényen generációkról és a társadalomról is beszélgettek a felek. Azt mondhatjuk, hogy a családból érkező gyerekek nagyon sok olyan dolgot visznek a közösségekbe, amit egymásnak átadnak, egymástól eltanulnak, és attól fog megváltozni egy gyerek véleménye a rasszizmusról vagy a megkülönböztetésről, hogyha olyan tanárok kezelik, viszik ezeket a dolgokat, akik befogadóvá tudják tenni saját maguk véleményét. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Cigány Önkormányzat már 1999-ben kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a két fél között konfliktus és előítéletmentes viszony alakuljon ki.